Amióta léteznek állandó települések, azóta van hulladék is. Már az Indus-völgyi Mohandzsó-Daro utcáit is szemetesek járták az időszámításunk előtti 3. évezredben. Az ókori Athénben és Rómában is szabályozták a szemetelést, Jeruzsálemben pedig a városon kívül égették el a hulladékot. A középkor minden korábbi időszaknál koszosabb volt, de ennek nyomán kezdtek rájönni a higiénia fontosságára. Ennek a felismerése és a szemét anyagának megváltozása forradalmasította a hulladékgazdálkodást. A műanyagok megjelenése szinte elpusztíthatatlan szeméthalmokat eredményezett. 1884-ben Párizsban megkezdték a szelektív hulladékgyűjtést, 1905-ben New York városa pedig már a szemétégető által termelt árammal világította ki a Williamsburgi hidat. Az emberiség lassan kezdett rátalálni a helyes útra, ami a hulladék újrahasznosítását és a környezet védelmét jelenti. Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt kap a hulladékgazdálkodás, melynek egyik fontos szereplője a hulladékfeldolgozó gépkezelő. 3. éve dolgozok a Magyar Gumiújrahasznosító cégnél. Barátaim ajánlották, több ismerősöm is itt dolgozik. Megtetszett a munkahely, szeretem csinálni. A délelőttös műszak reggel bejön 6 órára, és akkor a gépsort megállítjuk, és az egész gépeket, a késeket, a szitákat, minden rostát átnézzünk, hogy a gépsor folyamatosan és szépen működjön. Egy 20-22 tonnát simán el tudunk darálni. A hulladékfeldolgozó gépkezelő feladata a hulladékkezelő telepen lévő előkészítő és feldolgozó gépek biztonságos üzemeltetése és karbantartása. Ennek során gondoskodik a hulladékok osztályozásáról, a hulladékgazdálkodási rendelet szerinti minősítésükről. Intézkedik a hulladékok minősítésüknek megfelelő tárolásáról, majd feldolgozásáról. A feldolgozást megelőzően gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring vizsgálatok elvégzéséről. Folyamatosan ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát. Lehoznak használt gumiabroncsokat, amit az ország több területéről összeszednek gumiszerelőktől. És ide beérkezik, mérés után aprítjuk őket 0 mm-től 6 mm-ig. Az aprítógép, melyből többféle is van egy üzemben, darabokra szeleteli az óriási gumiabroncsokat. Az apró darabok szállítószalagon haladnak tovább egy másik aprítógépbe, ahol eltávolítják a fémszálakat, majd rostálás után a szövetet is kiveszik a gumimorzsalékból. Az így nyert anyag még bekerül a szitába, ezután az osztályozógépbe. A kész árut egy gázüzemű vezetőüléses targoncával szállítják a raktárba, a gumikerekes homlokrakodó géppel pedig a gumiabroncsokat mozgatják. A karbantartáshoz használnak hegesztőt, fúrógépeket, gyors darabolókat, apróbb kéziszerszámokat. A szakember biztonságosan üzemelteti az erő- és munkagépeket, a szükséges karbantartásokat maga végzi el, a nagyobb javításokat pedig elvégezteti. Adminisztratív teendői közül a gépnaplók ellenőrzése az egyik legfontosabb. A számomra a legérdekesebb gép Super Chopper, ez egy elég nagy teljesítményű hidromotorral működő felszerelés. Ez az első, ami a folyamatot elkezdi, az újrahasznosítási folyamatot, ami az egész gumit elkezdi bedarálni ilyen 40-45 centis darabokra, szabdalja össze. Hát igazából én ezt tanultam meg, erre tanítottak be, és ezt tudom igazából kezelni. Hát jó csinálni, szeretem. A jó szakembernek többféle kompetenciával is rendelkeznie kell. Noha csapatban dolgozik, képesnek kell lennie a gépkezelés során felmerülő problémás helyzetekben önállóan dönteni és cselekedni. A fizikai munka és az ismétlődő feladatok kitartást, a gépek kezelése figyelemösszpontosítást és technológiai, műszaki kompetenciát kíván meg. A hulladékfeldolgozó gépkezelő többnyire zárt térben, például feldolgozó létesítményekben, telepeken állással, járkálással járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez. A munkavégzés több műszakban történik. Egészségre ártalmas tényezők a fertőzés veszély, a vegyszerek és szennyező anyagok. Baleseti lehetőség a szemétlerakó helyeken termelődő metán okozta robbanás veszélye. Az zaj az először zavart igazából, mert nagyon nehéz volt megszokni. Hát jó minőségű fülhallgatókat kapunk, ez azért nagyon sokat visszavesz a dologból. Az a nehéz, amikor az ember traktorgumikat ugye a silóra felforgatja, amikor a gép ugye nem fér ma oda a siló közelébe, és akkor az ember kézi erővel csinálja. Főleg eső, amikor vizes a gumi, akkor oda kell figyelni, hogy az ember szépen és jól sérülésmentesen feltegye a silóra, ami belesik az őrlőgépbe. A szakma gyakorlásához jó látás, teljes látótér, térlátás, emellett épp hallás, jó egyensúlyérzék, a kar-kéz fokozott használata szükséges. A szakmához hallássérültek és értelmi sérültek számára hulladékválogató és feldolgozó speciális adaptált szakképesítés elérhető.
A munkakör betöltéséhez a hulladékfeldolgozó gépkezelő részszakképesítés megszerzése szükséges. A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség és a 16. életév betöltése. Szükséges továbbá megfelelni egészségügyi követelményeknek is. A szakképesítés felnőtt képzésben tanfolyami keretek között szerezhető meg. A tantárgyak a hulladékfeldolgozás módszereinek, az újrahasznosító berendezéseknek a megismerésére, valamint a balesetmentes munkavégzés elsajátítására irányulnak. A végzettséggel rendelkező elsősorban hulladékfeldolgozó gépkezelő munkakörben helyezkedhet el. Aki tovább szeretne tanulni, annak javasolt megszereznie a hulladékfelvásárló és teletkezelő szakképesítést is. Rokonfoglalkozás minden hulladékfeldolgozással kapcsolatos szakma. A statisztikai adatok szerint a bérezés ebben a szakmában havi bruttó 150 és 200 ezer forint között mozog. A hulladékfeldolgozás egyre fontosabb szerepet játszik a magyar gazdaságban. Az újrahasznosítás révén olyan nyersanyagokhoz is hozzájuthatunk, amelyek természetes formában nem találhatóak meg Magyarországon. Ráadásul az ésszerű hulladékgazdálkodás és újrahasznosítás egyszerre tehermentesíti a természetes élőhelyeket és juttat szolid bevételhez, éppen ezért éveken belül sikerágazattá válhat. Ezért van szükség egyre több és több fiatal, elkötelezett szakértőre, hulladéktelepvezetőre, hulladékfeldolgozó gépkezelőre, környezetvédelmi technikusra. 2,5 éve vagyok itt ezen a munkahelyen. Nem sok átképzés kellett ahhoz, hogy ezt a szakmát itt elsajátítsam. Olyan ember tudna itt jól dolgozni, aki feltalálja magát, tehát önállóan tudjon döntéseket hozni és végre is hajtani. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.